Az első fél időben korán gólt szerzett a Békés Csabai csapat, utána viszont sikerült fordítani, és a második játék részben, ha nem is van nagyon jó játék, mint az elsőben, de sikerült győzni. Azt hiszem, hogy örömmel mentek haza. Hát abszolút, mert nagyon ránk fért ez a győzelem, hiszen még nem nyertünk ebbe a bajnoki szezonba, és tényleg gratulálok a csapatomnak, hiszen szívvel lélekkel küzdöttek, és mindenki megtett mindenki annak érdekében, hogy ez a csapat három ponttal utazzunk el. Azért hozzá kell tennem, hogy tényleg egy nagyon jó csapatot győztünk le, és biztos vagyok benne, hogy ez a két csapat, tehát a Békés Csaba és mi nem leszünk a kieső zónában, ebbe biztos vagyok, és hát nyilván nekünk is nagyon fontos volt most jelen pillanatban három pont, hiszen 7 mérkőzésből 6-szor játszottunk idegenbe, és most ez volt a legfontosabb, hogy bepróbáljuk megnyerni ezt a mérkőzést, és hát behúzzuk ezt a három pontot, tehát ez volt a legfontosabb. Mi volt az oka annak, hogy az első fél időben jobb volt a csapatotok teljesítménye, viszont a második fél időben annak ellenére, hogy ti rúgtátok a védelmi hibából a gólt, mégis azt kell mondjuk, hogy akkor nem volt annyira jó. Igen, volt egy lélektan, hiszen azért 1-0 vezetett az ellenfél, és utána meg tudtuk fordítani a mérkőzés, és úgy mentünk be a zöldözőbe, és beszéltük azt, hogy próbáljuk hiba nélkül lehozni a második fél időt, és valahogy megint van egy olyan gátlás a csapatban, hogy kapsz egy gólt, akkor bepánikolunk, nem mernek futballozni, hiszen az első fél időben nagyon jól futballoztak, és kértem azt, hogy maradjon, legyen nálunk a labda, és labdabiztosak legyünk, és hát biztos voltam benne, hogy azért jó csatárok vannak, és minőségi cseréi vannak a Békés Csabának, tehát fognak tudni cserélni. Meg is kaptuk a gólt, az is egy hiba, ugyebár mindig hiba előzi meg a gólokat, de nem léptünk ki a blokkra, nagyon szépen eltalálta a gyerek 16-20 méterről a labdát. Ez mindenképp hiba volt, de utána pedig nyilván hibákból van a gól, amit mondtam is, és hát a Békés Csaba hibázott, és azt a Lőrincet nagyon szépen kihasználta, és megszerezte a vezetést, és hát nyilván utána már egy kicsit erőködtünk mind a két csapat, én azt gondolom, hogy elfáradt, de én nagyon boldog vagyok most a három ponttal. Elég hullámzó volt ez a mérkőzés, olyan az eredmény alakulása szempontjából is, és ugye lelkileg is mindkét csapatnál, mindkét csapat közelebb állt a győzelemhez, voltak olyan periódusok, aztán csak a Soroksár jött ki győztesen. Sajnos igen. Két napja érkeztem, próbáltam orvosolni a hibákat. A mérkőzés nem tetszett igazán, hullámzó volt az igaz, ahogy mondtad. Voltak jobb periódusaink. Sajnos könnyű gólokat adtunk az ellenfélnek. Amikor feljövőbe voltunk, akkor kaptuk a harmadik gólt, akkor úgy érzem, hogy átvettük a mérkőzés irányítását, jól játszottunk. Abban az időszakban a harmadik gól egy kicsit sokkolta a csapatot. Győzelemre játszottunk, csalódottak vagyunk. Említetted, hogy orvosolni kell a hibákat. Hogy látod így pár nap elteltével, hogy mik a legfontosabbak most a következő napokban? A sikertelenség azért látszódik a csapaton. Látszik, hogy azért mentálban egy kicsit meg voltak törve, azon leszünk, hogy a játékosokat felépítsük, megpróbáljuk a legideálisabb csapatot összerakni, próbálunk egy kicsit rotálni. Most is ötöt cseréltünk, sajnos egy kényszerű csere volt. Tudjuk, hogy ez kevés volt, ettől sokkal több kell, és tudom azt, hogy ez a csapat sokkal jobban is fog játszani.